Sziasztok, engem Szántó Péternek hívnak, és a csatornámon különböző videós, vállalkozós videók vannak. A videót most nagyon sokszor mondtam, szóismétlés, figyeljek oda. No, hát ez a videó, amit láttatok, a Polinventnek egy ilyen bemutató videója, ez nem egy reklám, már láthattatok olyan ilyen behind the scenes-es videót a csatornámon, hogyha nem most találkozunk először, amiben ugye kifejezetten az volt a cél, hogy valamilyen promóció kapcsán csináltunk egy videót, viszont a Polinventnek az volt a kérése, meg az volt a gondolat Áronnal, a vezetőjével, hogy egy nagyon nehezen megérthető műgyantákkal foglalkozó üzem, gyár, amúgy unalmasnak tűnő száraz működését egy cool formába mutassuk be. És mivel tényleg most itt laborról beszélünk, vagy különböző anyagokról, meg ilyen hordókról, vagy hogy targoncával ide-oda megyünk, ez tényleg nem a legszexibb téma, úgyhogy amikor elkezdtünk gondolkozni, itt egy különbség például, hogyha láttátok például a kutyám első kozmetikai élményéről, Siriről szóló videót, ha nem, akkor kattintsatok ide, hogy ott csak éppen go with the flow volt, ahogy amit éreztünk, azt felvettük, átbeszéltük és megcsináltuk. Ehhez képest itt a különböző helyszíneket, tehát hogyha úgy vesszük, ugye itt a K plusz F-től elindultunk a gyártáson át egészen a szállításig, megnéztük a helyszíneket, meg kellett értenem, hogy hol mit csinálnak, mivel foglalkoznak, és ki kellett találni, hogy hogyan tudjuk az egyik helyről a másikra átvezetni a témát úgy, hogy értse is az, aki ezt megnézi. Valamint ezért használtunk, mert ugye nem olyan egyszerű a téma, ezért használtunk feliratokat is. Nem mindig szeretek feliratokat használni a videóimban, de itt szerintem nagyon jó az a plusz segítség, amit egy felirattal el tudunk érni. Valamint innentől pedig a kreativitás jött be, amit meg tudunk csinálni. Szerintem nagyon nagy szerepet játszott a zene az egészben, hogy egy ilyen tökös, rokkos, keményebb zenét csináljunk, az, hogy drónozni tudtunk, hiszen egy óriási részről van szó, hogy megint kitaláltuk azt, hogy az egyik snitből hogy megyünk át, ugye szoktam mondani, hogy krémes, ez a seamless smooth transition, hogy úgy megyünk át egyikből a másik jelenetbe, hogy szinte észre sem vesszük, valamint az A7-es 3-mal vettem fel, és a 24-1.4-es GM Obi-val, ami szerintem a legjobb objektív, ami van Sony Bajonetten, ugyanis az 1.4-jel nagyon kis mélységélességgel lehet játszani, másrészt tűéles, aminek tűélesnek kell lennie, én imádom. Talán a kedvencem az a átmenet volt, amikor a reaktoros részen vagyunk, és ugye ott a végén, ahogy az anyag kész van, kb. Így lecsapolják, és ott fogtunk egy üveget, illetve fogott nyilván a szakember egy üveget, és habár a valóságban nem pont így történik, de ugye ahogy úgy követtem a kamerába, vagy a kezét követtem, utána pedig lementem, ahogy a cső van, és ott volt ez a tartály, ez az üveg, és pont nyilván akkor már elzártuk a csapot, az üveg elkerült, és ahogy az üveg elkerül, úgy követtem, és itt amúgy használtam, ez egy ilyen kis, ha már behind the scenes-es videó, el is mondom, stabilizálást, hogy pont arra az üvegre legyen mindig a fókusz, és az legyen a középpontba, és ahogy elhúztam, ugyanúgy ment a következő snitt, ami már a meolabor, bármit is jelentsen, így hívják, ott, ahol már a reaktorban elkészült anyaggal következő munkálatokat végeznek, ott ugye kiöntötték egy formában, ahol majd megszilárdul, és ezt a két helyszínt, szerintem ez lett az egyik legjobb ilyen smooth, krémes átmenet, hogy úgy kötöttem össze, hogy az összekötő pontom az üveg volt, és ugyanazt a mozgást követte egyik oldal, vagy egyik snitből a másikba. De mondjátok el ti a véleményeteket, most ide bejátszom, hogy mire gondolok. Hogyha tetszik, akkor kérlek, hozd meg velem, vagy hogyha van kérdésed ezzel kapcsolatban, akkor azt is megköszönöm, hogyha elmondod. Térjünk át egy másik témára, erről szoktam az ilyen típusú videókban beszélni, az pedig a hangeffektek, SFX vagy sound design, aki szokták hívni, mert ha készül is egy elég jó videó, szerintem nem fordítanak erre kellő figyelmet és időt sem, hogy hiába van egy jó videó, szép vizualitás, még a vágás is rendben van,
de a zene is jó hozzá, hogyha ezt vagy mondtam. Mindegy. A lényeg, hogy az, hogy a zene mellé megtaláljanak különböző hangeffektusokat, egyszerűen nem foglalkoznak ezzel, annyit pedig ez az az extra, amitől még durvább lehet a videó, és ehhez lehet ingyenes oldalakat használni. Google a barátunk, én a Storyblocks-on rengeteg olyan industriális dolgot kerestem, vagy ugye amikor a robot volt, a robotos rész a kedvencem hangeffektusok szempontjából, azt is közben bejátszom a hangeffektusokkal, ugyanis rengeteg olyan gépíró van például benne, ilyen utopisztikus, kifis hangok, amiket beraktam, mert úgy érzem, hogy ezzel, ahogy mondjuk megy a kar, és majd a ilyenek szerintem baromi jó. De túl sokat beszélek a hangeffektusokról, inkább nézzétek és hallgassátok meg. Berakom most úgy a klippet, hogy a zene nincs rajta, viszont látjátok, hogy hogy jönnek az egyes klippek, és milyen hangeffektusok vannak rajta. Nézzük meg! Mit gondolsz? Kell ez a plusz 2, 3, 4, 5 vagy akár több óra is, amit már egy szinte kész videóval, ugye, hogy a zene megvan, a vágás, a transition, a színezés, látod, tehát mindenféle color correction benne van, hogy még ezután eltöltsünk tök sok időt a hangeffektusokkal. Szerinted megéri? Kommentbe kérlek, írd le. Én egyértelműen azon vagyok, hogy ez kell hozzá, és amikor az ügyfeleimnek megmutatom, hogy ilyen hangeffektussal és hangeffektus nélkül, tényleg azt mondják, hogy úristen, nem is gondolták volna, és hogyha nem látják, hallják a hangeffektes verziót, azt mondják, hogy igen, ez tök jó, de utána összehasonlítva kb. Élvezhetetlen az alap. Kinek mi a véleménye? Ha itt vagy még a videóban, akkor feltehetőleg neked is van, tehát tényleg most már sokszor mondtam ezt is, de hogy kommentben írd le, illetve most találkoztunk először, köszönöm, hogy végignézted, mindenféleképpen nyomd meg a feliratkozás gombot és a csengőt is, hogy ne maradj le, jönnek ilyen videók, illetve a videózáshoz kapcsolódó technikai review-k, tutoriálok, kamera, fény, számítógép használat, mikrofon, illetve mivel ez egy vállalkozás, maga az, hogy hogyan találjuk meg a szenvedélyünket az életben, amiben nem csak kiteljesedhetünk, de másrészt akár egy bevételi forrás is lehet, és így a hobbink, a szerelmünk lesz az, amivel egész nap foglalkozhatunk. Ilyen témákról is beszélek, sőt, tavaly a HVG Könyvek kiadta
Válj valóra címmel a könyvemet, amiben pont ilyen lifehackek, produktivitási trükkök, én márka, igazából az élet minden területéről vannak benne dolgok, link a leírásba, de a megjelenés időpontjában tavaly napi vlogokat készítettem, mindegyik fejezet egy napi vlog, ha gondolod, nézd meg, azt is belinkelem. Remélem, hogy még találkozunk, köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!